összefogás a vadásztársadalomért. Fejlődik Ecséd. Folytatódik a belterületi utak állapot felmérése. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a HOTV híradóját látják, Országtóth Szilvia vagyok. Márciustól ingyen jut hozzá a hazai vadásztársadalom a Nimród újság új hírleveléhez. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá dr. Semjén Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke, dr. Kovács Zoltán, a Nimród vadászújság főszerkesztője, valamint dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke 60-ban, az Országos Magyar Vadászkamara új székhelyén, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeumban. A január 25-i sajtótájékoztatón dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke bejelentette, hogy az ősszel Magyarországon rendezendő vadászati világkiállítást megtartják. A vadgazdálkodás mellett pedig a kiállítással kapcsolatos aktualitásokról is ingyenesen fogják tájékoztatni a Nimród Vadászújság új hírlevelét megkapó vadászokat. Most Magyarország olyan állapotban van, és a magyar vadászati kultúra és vadgazdálkodás olyan állapotban van, hogy a világnak meg tudjuk mutatni, hogy milyen nagyszerű örökséghordozói vagyunk, és az egész világ be tudja mutatni Magyarországon a vadászati kultúráját. De hangsúlyozom, hogy ez nem csak a vadászatról fog szólni, hanem hasonlóképpen a horgászatról, a természetjárásról, a természetvédelemről, a gasztronómiáról, gondoljunk a hal- és vadgasztronómiára, a hozzá kapcsolódó borászatra, a lovasportokra, a solymászatra, az íjászatra, a lövészetre, a kutyákra, kutyásportokra, minden, ami ezzel kapcsolatos. Úgyhogy egy grandiózus vadászati világkiállítást rendezünk. Az Országos Magyar Vadászkamara javaslatára a Nimród szellemiségét őrző új hírlevelet közel 65 ezer vadász fogja megkapni minden hónapban. Most már több mint egy évvel ezelőtt a Nimród újság főszerkesztői pozícióját, illetve a programiroda a kiadás feladatát megkapta, akkor azt a feladatot is úgy fogtuk föl, hogy a magyar vadásztársadalom, a magyar vadászati irodalom megújítása érdekében önmagában is nagy kihívás. Különös tekintettel igaz ez egyébként a vadászati világkiállításra. Az egyet természettel vadászati és természeti világkiállítás ugyanis ebben az évben, szeptember-októberben kerül megrendezésre. Úgyhogy nagy örömmel fogadtuk a Magyar Vadászati Kamarának azon felkérését és kezdeményezését, hogy ebben az évben, egészen pontosan márciustól minden érvényes vadászeggyel rendelkező magyar vadász készhez kaphassa a kamara értesítőjét. A vadásztársadalom újra pozícionálásának egyik fontos eszköze a Nimród Vadászújság. A lap a maga 113 éves hagyományával mára elérte a legpatinásabb vadászviláglapok színvonalát. Dr. Kovács Zoltán kiemelte, a vadászat mindig is a természet és hagyományaink része volt. Semmi olyan természetellenes dolog nincs a vadászatban, amitől rettegni kellene, vagy el kellene utasítani. Azon vagyunk, hogy ezt meg tudjuk mutatni, és úgy tudjuk megmutatni a világnak, hogy minden magyar vadász, minden európai és minden vadász a világban büszke lehessen erre. A tájékoztatón elhangzott, remélik, hogy a vadászati világkiállítás és a szintén idén sorra kerülő nemzetközi eukarisztikus kongresszus jelentősen hozzájárul majd Magyarország turizmusának sikeres újraindításához. Ennek a együttműködési megállapodásnak ennek üzenetértéke van. Üzenetértéke van abból a szempontból, hogy 21-ben itt Magyarországon rendezzük a vadászati világkiállítást, és szeretnénk, és ebbe az egész magyar vadásztársadalom úgy gondolom, hogy egyértelműen érdekelt, hogy egy nagyon sikeres vadászati világkiállítást rendezünk, ugyanúgy, mint ami ennek a most megrendezésre kerülő vadászkiállításnak az apropója, az 1971-es 50 évvel ezelőtt megrendezett vadászati világkiállítás. A Nimród hírlevél kiadására vonatkozó együttműködési szándéknyilatkozat aláírása fontos előrelépés a magyar vadásztársadalom számára. A magyar falu pályázatnak köszönhetően Ecséd továbbfejlődik. A település több nyertes pályázatot is benyújtott, most a közterületek karbantartását szolgáló eszközöket, valamint egy új okospadot adtak át január 25-én hétfőn. Az idei év jól indult az ecsédieknek, ugyanis több pályázaton is nyert a település.
A Magyar Falu program révén több eszközbeszerzést is megvalósított az önkormányzat, illetve az Ecsét településért alapítvány. Azt lehet mondani, hogy a település sikeresen pályázik, nagyon sikeres pályázati összegeket nyer, és hát ha összeadjuk a mai napon éppen áttekintett valamennyi eszközt, akkor ez több mint 20 millió forint. Én gratulálok polgármester úrnak, és gratulálok Ecsédnek. Többé nem okoz gondot a településen, a hóeltakarítás és a fűnyírás sem. Az eszközbeszerzés során kis traktort és a hozzátartozó tolólapot, sószórót, valamint fűnyírót is vásárolt az önkormányzat. Ecsét település életében a lakosság szempontjából ez egy óriási fejlődés. Nagyon nehezen tudjuk télen működtetni az utainkat. Igazán egy olyan helyzetben vagyunk, ahogy völgyben lakunk. Egy nagyon szép fekvése van Ecsének, egy völgyben fekszik Ecsét, és ezáltal vannak hátránya is, mert itt 10%-os lejtőn kell kifele menni a település. Mindegy, hogy melyik végén, melyik szélén megyünk ki, mindenhol partnak megyünk. És ezek az eszközök azért jók és azért segítik a település életét, mert úgy gondolom, hogy sószorró, egy fűnyíró. A fűnyíróval egészében nyírhatjuk a füvet. Nagyon sok embernek azért tologatós fűnyírókkal nyírjuk a füvet, nekünk 11 hektár füvet kell vágnunk éves szinten, és ezt 5-6-szor levágjuk évente. A település központjában kialakított okospadot napenergia tölti, így a megújuló energiának köszönhetően nincs szükség külön áramellátásra. A vezeték nélküli töltőként és Wi-Fi hotspotként működő pad a környezet változásait is figyeli, többek között a hőmérsékletet és a levegő minőséget is. Arra tudjuk használni, amire létrejött. A település szolgálja ez a pad, internet hozzáférés, Wi-Fi használat, felcsatlakozhat, és természetesen az önkormányzattól is kapnak segítséget, ha kell. Pláne most ebben a helyzetben, amikor fel kell jelentkezni az oltásokra, tehát be kell jelentkezni, ez óriási segítséget nyújt embereknek. Van, aki már igénybe vette ehhez is, nem csak az önkormányzattól kapnak segítséget ebben a részben, hogy följöhetnek és bejelentkezhetnek az oltásra, visszakapják, mert ez egy fontos dolog az ő életükben, és az elkövetkező időben is fontos dolog lesz, hogy használni tudjuk. Tehát használja a település, kihasználjuk azt a lehetőséget, amiben ebbe az okospadba rejlik. Ecsét település vezetése célul tűzte ki, hogy komfortosabb és a modern kor elvárásainak megfelelő környezetet teremtsen a lakosoknak. Újabb 6 településre látogatott el Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az elmúlt hetekben, azzal a céllal, hogy a polgármesterekkel közösen felmérjék az utak állapotát, és azok felújítására mielőbbi megoldást találjanak. Sok még a megoldásra váró feladat a térségben. Szabó Zsolt országgyűlési képviselő az elmúlt hetekben 6 településre látogatott el felmérni az utak állapotát, illetve megbeszélni a folyamatban lévő és a még szükséges fejlesztéseket. Fontosnak tartja átbeszélni minden polgármesterrel a feladatokat, lehetőleg még a költségvetés előkészítő szakaszában. Az utak állapota pedig kulcskérdés minden településen. Folyamatosan járom a településeket. Az elmúlt időszakban mintegy 6 településen voltam, ezen belül megemlítve Tenk, Bocsanát, Tarnazsadány, Nagyfüged, Apc és Szücsi, ez ma az utolsó állomásunk. Nem egy napon voltam, hanem az elmúlt 2 hétben ezeken a településeken. Azt szeretném elérni, hogy minél szélesebb körbe lássam azt, hogy hol milyen állapotúak az utak, mennyi utat szükséges felújítani, mit kell még tennünk ahhoz, hogy jól tudjunk fejleszteni és jól tudjunk mindent elérni. Az országgyűlési képviselő ellátogatott Tenkre, ahol a leginkább felújításra szoruló utak közé tartozik a Rákóczi-Ferenc utca, ami a 31-es úttal köti össze a települést. Sok intézmény található ebben az utcában, így fontos, hogy ez a szakasz is biztonságosan közlekedhető legyen. Bocsonádon mintegy 20 éve nem fejlesztették az úthálózatot, idén 8 utcát szeretnének felújítani. A térséget tovább járva, Apcon a Szabadság utca és a Barátság utca vár még felújításra, hiszen hatalmas ezen a részen az átmenő forgalom. A párhuzamos utcák kiszélesítése a cél, esetlegesen a villanyoszlopok áttelepítésével. Szücsibe itt éppen a Lilium utcát néztük meg polgármester asszonnyal együtt. Itt is az a feladat, hogy egy új utcát hozzunk létre, hogy akik itt élnek, ezekben az utcákban élnek, azok úgy érezzék, hogy ők fontosak, és hogy mennyire jó, hogy új úton tudnak közlekedni. Itt a jó példa mellettünk a Bajcsi út, ami a Magyar Falu programból valósult meg. Ezt a munkát fogom folytatni, mindaddig, amíg valamennyi településen
meg nem néztem, mert nem tekintettem ezeket az útfejlesztéseket, és utána pedig nekiállunk, folyamatosan pályázunk. Első a munka, első az, hogy tegyünk a térségért, tegyünk a magyar vidékért, jól érezzék itt magukat az emberek. Az úthálózat minősége minden településen nagyon fontos, így Nagyfügeden és Tarnazsadányban is dolgoznak azon, hogy a következő években sikerüljön a rossz állapotú utakat jól közlekedhetővé tenni. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. A viszontlátásra! Szerdán többfelé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél, emellett húzápor is előfordulhat. Reggel -3 fokot, délután 3 fokot mérhetünk. Csütörtökön napközben egy-egy húzápor, este ónos eső várható erős széllel. A reggeli órákban -5 fokra, délután 3 fokra számíthatunk. Péntekre enyhülés jön, eleinte még havazhat, máshol ónos eső alakulhat ki, reggel 0 fok, délután 4 fok várható.